Folytatódik az útfelújítás a Ballószögi Jókai utca folytatásán a Zsíros Dűlőn. A külterületi úton, ami összeköti a települést az Ágas Egyházi úttal, március-április környékén várható az aszfaltozás. Az útfelújítási munkálatok előtt azonban szükséges az ivóvíz és szennyvíz hálózat kiépítése, hogy a későbbiekben már ne kelljen megbontani az új útfelületet. A fejlesztések közül már elkészült az ivóvízhálózat hálózat jelenleg a szennyvíz elvezetési és csatornázási munkálatokat a területen a kivitelező. A hálózati csatlakozások kiépítésével lehetősége lesz a környéken élő, zárt kerti ingatlan tulajdonosoknak, hogy csatlakozzanak a hálózatra. A közmű építés után történik majd meg az aszfaltozás az Ezerjó utcától egészen a Kiságosi útig. A felújítás során kiszélesítik az utat és nemesített patkával is ellátják. A beruházásra Ballószög önkormányzata 20 millió forint támogatást nyert a belügyminisztérium útfelújítási programjában, amihez a település 10 millió forint önerővel járult hozzá, és a 13 millió forintos közműfejlesztés is önerőből valósult meg, mondta el Somogyi Lajos, Ballószög polgármestere. Terveik szerint a zsírosgyűlő teljes felújításából hiányzó további 750 méteres szakaszt idén újra megpályázzák a Magyar Falu programban.